Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem egy ifjú hölgy és egy úr, jelesül Eisenberger Szabó Viki, aki énekes, mégpedig a Miss Misters zenekarban, és Baranya István, aki ritmusgitárral foglalkozik, bár most nincs nála, de a ritmusra nem lehet gond és panasz, ezért aztán most azzal töltjük majd az időt, és azzal szórakoztatjuk a Fehérvári Beszélgetések nézőit, hogy megismerjük Töviről Hegyire, a teljesség igénye nélkül nyilván erre 25 perc nem elég, hogy egy zenekar, egy fehérvári zenekar fiatalok, és tehetséges fiatalokról van szó, hiszen én ezt a zenekart már láttam egyszer, teszem hozzá. Aha. De az pont elég volt, hogy ezt megállapíthassam, és amikor szóba került, hogy beszélgessünk, mondtam, állok elébe, hiszen teret és lehetőséget kell biztosítani azoknak a tehetségeknek, akik itt élnek körülöttünk, és mégis nem kellő számban ismerik a csapatot. No, kezdjük a zenekar nevével, hiszen ez egy nem átlagos név. Hát igen, ugye nagyon-nagyon sokat mondó a név, a Miss Misters, hiszen ebből lehet tudni, hogy mondjuk amikor alakult, akkor még hajadon voltam, és én alakítottam a Miss részét a zenekarnak, és a Misters, az pedig ugye két fiatal emberből állt, és így lett a Miss Misters. Na, ezen túl egyébként most már bővült a zenekar, tehát most már nem hárman vagyunk, hanem sokkal többen vagyunk. És de most... a nevet, igen, nevet azt megtartottuk, hiszen már így ismernek minket. Jó, ez nem volt olyan túlságosan régen, hiszen 4 esztendeje. A 4 esztendő alatt viszont annyi minden történt veletek, mint mással egy ember öltönyi távolságból számolhat be. Nagyjából. Kezdjük azzal, hogy ugye egy fodrászszalonban alakult. Igen. Ez így jelent van. Valamit? Hát én, nekem egy szépségszalonom volt, és adott volt a helység, és ott próbáltunk az ott lakók örömére. De ez ugye úgy kezdődött, hogy én arra jártam, és éppen nyitva volt az ajtó, mert tavasz volt, és a kocsimból kivettem a gitárt, és betettem hátra a csomagtérbe, hogy az utca népe hát rejtve maradjon, és akkor meglátta a Viki, hogy te gitározol? Na, nem szoktam. De persze, igen, igen, természetesen, hát az iskolában, ahol dolgozom, ott szoktam néha pengetni, és akkor megkérdezte, hogy nincs-e kedvem társulni. Erre mondtam, hogy persze, nézzük meg. És így jött igazából ez, az alapok így indultak. Igen, igen. Mi volt az igazi indítatás? Tehát ha valaki zenekart alapít, nekem még nem volt szerencsém benne, de nyilván kell egy elhatározás. Jó adag, azt mondom, hogy kivagyiság, ezt semmiféle pejoratív tartalma nincs. Tehát szeretném megmutatni kicsit másként mindazoknak magam, akik ezt az oldalamat adott esetben még nem ismerték. Szerintem az alapítása egyébként egyedül az örömzenélés volt, tehát nem volt semmiféle fellépési lehetőség, vagy egyáltalán még nem is gondolkoztunk ilyenben. Csak a zenélés, csak az, hogy azt, ami itt van belül, azt ki tudjuk adni valahogy. Egyáltalán maga az a tudat, hogy zenekart alapítsunk, ez így meg sem fordult konkrétan az én fejemben, hanem hogy együtt zenélünk, szórakozunk, jól érezzük magunkat, és egy idő után forta át magát ez olyan szintre, hogy azt mondhassuk, hogy akkor lehet, hogy mi már zenekar vagyunk. Igen. Miként lesz valaki énekes? Honnét az indítatás? Én azt nagyon is jól tudom, hogy minden töpörtű ifjú hölgy azzal kezd, hogy énekel, próbálja hasonlítani valakihez. Aztán vagy énekes lesz, vagy nem. Belőled énekes lett. 7 éves korom óta tanulom az éneket, illetve 7 éves korom óta zenélek. A családom egy zenész család, és hát innen, tehát így a véremben van. Aztán hát általános iskolában végigkísért a zenélés, ugye az énekzenébe jártam, és itt tanultam még gitározni, egyébként már nem gitározok. Ezt elvesztettem, ezt a tudományt. Igen. És hát mentem Pesten, énekiskolában tanultam, ott dolgoztam is, mint énekes. Aztán megszedett a lányom, családot alapítottam, és kicsit így elkopott az egész, de ott is végig kísért az éneklés. Volt mentorod, aki segített, biztatott, bátorított? Hát igazándiból soha nem tudtam beilleszkedni sehova. Tehát egy nagyon érdekes dolog volt. Soha nem éreztem otthon magam sehol, se zenei stílusban, se zenekaron belül, se menedzser mellett.
és amikor összeállt a Miss Misters együttes, akkor találtam rá önmagamra is, a zenei stílusra is, mindegyikben, ahol kipróbáltuk magunkat az együttessel, ott már otthon éreztem magam. Elfogadtak talán olyannak, amilyen vagyok, elfogadtam én is őket olyannak, amilyenek, és minden így működik, bármilyen emberi kapcsolat, és ahol van egy ilyen kis surrodás, vagy egy kis rossz indulat, vagy bármi, ott már nem működik akkor ilyen harmonikusan, mert azt mondhatom, hogy ez a zenekaron belül nagyon jól működik. Így van, tehát 3-4-5 kellően elvarázsolt fiatal, vagy kevésbé fiatal, azért csak egymásra talál, az már úgy van. Igen, igen. Isti, miként választottad a gitárt? Hiszen azért ez egy fontos döntés. És miért ritmusgitár? Igen, fontos döntés, de hogy a zenekar alapítás, nálam ez is ugyanúgy alakult, hogy nem döntésként született, hanem egyszerűen csak a kezembe került. Testvérbátyám, ő gitározgatott, hobbi szinten, ilyen lakodalmas zenekarban játszott, és le volt álmozta a gitár otthon, akkor én is a kezembe vettem, ismerkedtem a húrokkal, aztán egy korombeli cimborám is szintén gitározgatott, és én is kaptam a születésnapomra, nem is tudom hányadikra, 20-ra talán, édesanyámtól egy gitárt, meg egy kottafüzetet, és hát nézzük valamit, kezdek vele, és hát olyannyira sikerült, hála Isten, hogy a főiskolán is sokat tudtunk ezzel szórakozni, ugye dallamokkal variálni, és hát most igazából itt tartunk. Igen? Tehát a stílus kényszer, Viki. Te stílusos ember vagy, az teljesen egyértelmű, itt most 10 perc alatt is kiderül. Ki dönti el a stílust, hogyan választottatok stílust? Rátok talált, kényszer volt, és ezt megtartottátok, vagy folyamatosan változik? Hiszen ahogy a formáció változik, a stílusnak is változnia kell, hiszen két gitár, egy ének, meg egy vokál, teljesen más kell, hogy játszom, mintha szakszofon is van, meg ütős hangszer, meg és így tovább, nem sorolom. Hát először, amikor alakult a zenekar, akkor feldolgozásokat játszottunk. Ugye annak adott a stílusa, tehát ami közelebb állt a szívünkhöz. Aztán utána kilépett tőlünk a szólógitáros, egyébként a zenekarnak az egyik alapítója volt, akkor nagyon egy mély pontra zúdult a hangulata a zenekarnak, és akkor ilyen kicsit ilyen alternatív stílusba mentünk át, és ez már viszont saját szerzemények voltak. És ez nem nagyon tetszett a közönségnek, illetve hát egy bizonyos rétegnek tetszett, de egy nagy közönséget nem tudtunk vele megszólítani. Ezt ugye észrevettük, és elkezdtünk kicsit vidámabb stílus felé menni. Nem tudjuk, igazándiból most sem tudjuk meghatározni, hogy milyen stílusúak vagyunk. Undergroundnak hívjuk magunkat, ilyen szabad elveket. Tehát mindegy, csak ne legyen közhelyes. Nem közhelyes. Így van. Tehát ez a lényeg mindenképpen. Igen. Én azt mondom, hogy a zenekar életében egy fordulópont elválik az ocsó a búzától, ha úgy tetszik, a saját dalok, az első szerzemények, amiket megírtok, gyakorolni kell, ami igazán jellemző arra, ami bennetek van, a szívetekben, lelketekben, a fejetekben, a technikai tudásotokban nyilvánvaló. Ez áttörést jelent valóban a saját dal? Persze, természetesen. Már eleve az, hogy megszületik valakiben az, hogy már ne utánozzunk valakit, tehát már eljut valaki idáig, akkor az már egy áttörés önmagában, és nyilván a zenekar életében is. Az, hogyha valaki saját magát adhatja, az egy fantasztikus dolog. Mi jelent pozitív megerősítést? Milyen visszajelzéseknek kell, hogy érkezzenek ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat a színpadon, a bőrötökben? Szerintem már nem hallgatunk ilyeneket. Nem? Nem. Ugye? Kaptunk hideget, meleget, és megbeszéltük, hogy húzunk egy ilyen vonalat, hogy most már nem önmagunkat adjuk, és hogy önmagunk érezzük jól magunkat ebben az egészben. Ez nem önzés? Egy kicsit. Szerintem nem. Van benne egy kicsi, igen. De nem önzésnek nevezném, inkább ennél sokkal lágyabb szót használnék. Viszont úgy gondolkodok én, úgy gondolkodunk igazából, közösen mondhatom ezt, hogy ami bennem szép, idézőjelesen, az kifelé is szépnek bizonyulhat. És reméljük, hogy ez másnak is feltűnik, hogy mi ezt szépnek és jónak látjuk, hallgathatónak, halljuk, akkor ez jó kifelé is. Szaxofon, klarinét.
gitár, ének, vokál. Igen, és most csatlakozott hozzánk egy fiatalember, aki kahonozik, ha jól mondtam. Igen, kahon. Meg kongázik. Igen. Meg mindenféle ritmus hangszerrel, séker, meg most mondjuk mi marakaszoztunk régen, igen, de most átadjuk ezt is neki. Ez színesíti, vagy kihívást rejt magában? Hú, mind a kettő. Akkor kezdjük az előjön, ez színesíti nyilvánvaló. Én a kongásokat hallottam, mert annyiféle stílust és annyiféle zenét lehet játszani. Most ugye Agárdon az első nagy ütős találkozó, az fantasztikus volt, és az agárdi kongások barátaink azóta is, amióta először meghallottam őket, tehát egy kivételes hangszer. A klarinét, szaxofon, a gitárral nem különben, a két énekes, egy vokál pedig egy szóló, az nagyszerű. Amikor színesíti, akkor ti mire gondoltok? Hát, hogy egy olyan plusz dolgot adott a zenekarhoz, ami hiányzott belőle. Egy ritmus mindig megadja az alapot. Nekem a konga amúgy is egy nagyon szívügyem. Én vonzódom a kongához már egész fiatal korom óta. A ritmus hangszer, ugye a ritmus hangszer a legősibb hangszer, ami létezik itt a világon, ugye az volt az első hangszer talán, szerintem az ős embereknél. És biztos, hogy ez az, ami mozgatja bennem ezt a... Ugye? A gitárost kérdezem, mégpedig azért, hogy milyen volt háttér nélkül, ritmus nélkül gitározni, mert az óriási különbség megint csak. Igen. Hát dob nélkül, ha úgy tetszik. Így van, ezzel folytattam volna, hogy kifejezetten örülök ennek a ritmus kísérletnek, egy kicsit leveszi a vállamról azt, hogy az egyenletest tartsam, és ne gyorsuljak be, és ne lassuljak le, és mindig ott legyen az a pont, ahol kell lennie. Én ennek nagyon örülök, hogy végre van valaki, aki ezt átveszi szinte ezt a szerepet. És már nem hozzám igazodnak a legtöbben, hanem inkább a ritmushoz. Ja. Viki, ha megengedett, hadd idézzelek téged egy olyan papíron a kezemben, amit küldtél nekem. Ebből használtam egyébként itt a kérdések során is, hogy íve legyen a történeteteknek, de ez egy nagyon szép mondat. Ezt lehet, hogy az Isti írta. Igen, elindulunk egy akkordpárral, majd énekdallammal, klarinét szólamokkal megtűzdelve felturbozzuk az egész felépítést. Úgy lehet elképzelni, mint egy hatalmas fa. Elindul a tekintetünk a törzsén a föld szintjéről, majd egyre csak emelkedünk, aztán hirtelen jönnek az ágak, meg a lomb, melyek összeállnak egy hatalmas lombkoronává, tele madarakkal, zöldelő levelekkel és édes gyümölcsökkel. Számunkra ilyen élményeket nyújtott az improvizáció. Gyönyörű megfogalmazás. Ezt az Isti fogalmazta meg. Akkor Isti, igen. Gyönyörű megfogalmazás. Igen. Köszönöm szépen. Igen. És köszönöm szépen. Nos, tehát akkor fordítsuk le köznapi nyelvvel az improvizációt. Ez nagyon költői volt, és tényleg nagyon szép. De azért a maga egyszerűségében miért fontos az improvizáció? Hogy a megírt dalokat kiegészítsétek, vagy elvegyétek az élét, hozzátegyetek, ugyanakkor elvegyetek belőle. Mert nem lehet mindig csak hozzátenni improvizációval. Hát az improvizáció az nálunk egy olyan dolog volt, én azt gondolom, hogy akkor éreztük meg egymást a zenén belül. Akkor találtunk rá egymásra, nem? Hárman, igen. Ugye? Van egy megírt dal, amit utánozunk, abban csak szabályokat kell követni igazából. Igen, igen. Viszont ha improvizálunk, akkor a szabadság maga. Szabadság és egymást kell észrevennünk és érzékelnünk olyan szinten, ami egyedülállóvá teszi azt a darabot mondjuk, vagy azt a pár másodpercet. És igazándiból itt tudjuk megmutatni, hogy valójában kik vagyunk az improvizálásban. Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen, ugye? Igen. Kicsit ezt Máté evangéliumából van, de most mindegy. Az improvizáción túl, ugye a népszerű dalok átírását, áthangszerelését sem hagytátok abba. Ez tart ma is? Gondolkodunk, igen, mostanában is, hogy más dalokat is elővegyünk, és átformáljuk magunk képére, de korlátozott számmal. Igen, van egy, ugye nyáron elmentünk egy-két étterembe, cukrásztába, kávézóba, hogy jó hangulatot teremtsünk az oda beülők emberkéknek, és akkor mondták, hogy nem elég ez az improvizáció, egészen másra lenne szükség.
és akkor megtanultunk dalokat, de már nem úgy, mint az elején, amikor alapítottuk a zenekart, hanem kicsit olyan Miss Mistersesre, én így hívom, átalakítottuk teljesen felismerhetetlenségig. Igazándiból, ha valaki felismeri, akkor a szöveget ismeri fel. Igen. Tehát, hogy ugye? Ennyi. Igen. Igazándiból igen. Ennyi. Az néha bőségesen elég. Ugyan. Hol léptek fel? Most... Van lehetőségetek, módotok hívnak benneteket? Még nincs, és ezt szeretnénk elérni, hogy felfigyeljenek ránk. Egyébként most ott tartunk, hogy menedzsert keresünk, vagy egy menedzsmentet, mert annyi dalunk van már, amit mi ugye a saját kútfölből szereztünk, vagy a szívünkből, hogy úgy gondoljuk, hogy azt most már lemezre lehetne tenni. Tehát ez a jövő. Milyenek ezek a dalok? Még erre talán van időnk, hogy elmondjátok. Most ne énekeld el. Igen. Pedig úgy készültem. Milyenek a dalok? Tartalmi oldaláról kérdezem. Uh-huh. Aztán utána Isti meg elmondja a zenei részét. Tartalmi oldaláról. Ki írja egyébként? Én írom a dalszövegeket, aztán pedig a dalszerzést általában az Isti kezdeményezi. Így van, igen. Aztán így felépítjük. És erre megy a dallam, az ének dallam. Igen, azt is én. De a szöveget azt elsősorban. Igazándiból mindenkinek a hangszere, a hangszer része, az az ő saját feladata. Te hangszered, az maga az ének. Igen. Akkor a tartalmi, szövegszerűen. Nem pontosan, csak tehát a napi problémák foglalkoztatnak, vagy míves dolgok, áttételesen az a fajta világ, amely elérhető, vagy éppenséggel elérhetetlen, tehát csoda dolgokra vágyakozol, vagy éppenséggel a köznapit szeretnéd megmutatni a szövegeidben. Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert éppen amilyen inger ér aznap, azt írom le. Vagy például most ugye karácsonyi koncertre készülünk, és írtunk két karácsonyi dalt, és engem például az zavar itt a karácsonnyal kapcsolatban, hogy az emberek már nem azt látják a karácsonyi ünneppel kapcsolatban, megint csak ezt tudom mondani, ami valójában kellene, hogy legyen. Tehát nem a szeretetről szól, nem a családról szól, hanem az, hogy ki mit kap ajándékba, mennyiért, és az emberek mennek odáig, hogy hitelt vesznek föl, hogy meg tudjanak venni egy ajándékot akár a gyereknek, vagy saját maguknak, vagy a feleségnek, vagy bárkinek. Értem. Tehát számodra a hitelt felvevő hiteltelen egyben, hiszen nem a szeretet ünnepére gondol, hanem arra a tárgyasult formában, hogy itt van, tessék, nesze, ha úgy tetszik. Vagy a kifele mutatás, hogy értem. Hát, hogy ilyenekről szól. Tehát igazándiból a társadalomról szólnak a dalaink főleg, nem? Ugye mondhatni igen, azt, igen. Hogy... És a szöveg és a zene kézen fogva jár? Kapcsolódik egymáshoz? Abszolút szerintem, nem? Van, hogy hatással van a szöveged, igen, arra, hogy mit hozok elő a gitárból. De egyébként is igen, egymásra vagyunk kapcsolódva most, mondhatni így lélektanilag, és hogyha meghalom az első sort, akkor már megvan a fejemben, hogy mit kellene erre játszani. De nem tudatos egyébként. Nem, de mindegy, igen, ez szívből jön. Ennek ez a lényege. Igen. No, ez így mikor lesz a karácsonyi koncert? December 3-án lesz. 17 órától 18 óráig a Felsővárosi Művelődési Házban itt Székesfehérváron. És arra gondoltunk, hogy ne csak egy snasz koncert legyen ez karácsony közelettével, ne csak zenét és jó hangulatot adjunk, hanem közvetve jótékonykodjunk is. Köszönöm szépen. Tehát, kedves nézőink, ne feledjék, kérem szépen, december 3-án a Felsővárosi Műfázban várja önöket a Miss Misters, ott lesz Eisenberger, Szabó Viki és Baranyai István, és még a két, elmondom azért, három. És Bodnár Szilvi, Magda István, szaxofonnal, klarinéttal, és... Igen, és Csikós Péter, aki a ritmus hangszerre felelős. A én barátom. Tényleg? Természetesen. Van. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ott leszünk a koncerten, ezt ígérhetem. És kedves nézőink, ha jó zenét szeretnének hallani, akkor önöknek is ott van a helyük. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra.